Október 9-én Apcon is megalakult a héttagú képviselőtestület. Juhász István polgármestert harmadszor választották a település élére. A csapatjáték tehát jól működött eddig is Apcon, a lakosság a civil szervezetek elképzeléseit a képviselőtestület érti. A megfogalmazott igények mentén hatékonyan fejlesztették eddig is a rájuk bízott települést, együttműködve a térségország gyűlési képviselőjével. A megalakult képviselőtestület tagjai letették az esküvőt. Üt, hogy az újabb öt éves ciklusban apc érdekében munkálkodnak. Juhász és vezetésével egy nagyon hatékony csapat jött össze, akik gondolkodnak, odafigyelnek, törődjenek a településsel. Számomra, számunkra, a képviselőtestület számára a legfontosabb, hogy az abszon élők jól érezzék magukat, hogy amit szeretne a többség, azokat a célokat elérjék, akár itt a közösségfejlesztési területen, akár a településfejlesztés területén olyan lépéseket tudjon a képviselőtestület megtenni, ami pozitív példa a messze környék számára. Közösségi ház, játszótér, kreszpark, temető és templomfejlesztés jellemezte az elmúlt éveket. Célokból és lendületekből nem fogytak ki, azon lesznek, hogy valóra váltsák a hosszú távú elképzeléseket. Nincs gond, abszolút, hiszen jó az ipari adottság, jók az iparterületi adottságok, jó a lakosság, jó az oktatási rendszere, akár a bölcsőre, a óvoda, iskola, jók a közösségek, a civil szervezetek. Egy szóval minden rendben van, minden helyén van, ezt kell szépen fenntartanunk, és ezt kell fejlesztenünk a következő öt évben is. Ehhez ajánlottam fel a segítségemet, és nagyon pozitív fogadtatást kaptam. Együtt, egy csapatban dolgozhatnak apcért, a jó csapat eredményei magukért beszélnek.